A műsort a vízgáz és fűtéstechnikai termékek forgalmazója, a Gépész Holding támogatja. A műsor támogatója a Frühwald Beton Kft. A műsor támogatója a Lareg Street Kft. Köszöntjük Önöket 2024 első otthon magazin. Az első adás, azt a következő fél órában nem lehet. Tartsanak velünk! Az új 9/2023-as EKM rendelet szigorította a nyílászárók hőtechnikai értékét, valamint kiegészült a nyári hővédelemmel. Most már mind az építészeknek, mind a beruházóknak, kivitelezőknek, magánépítetőknek figyelni kell arra, hogy ennek a jogszabálynak megfeleljenek, ami azt jelenti, hogy a keleti, déli és nyugati tájolású nyílászárókoknál és homlokzati frontokon a nyílászárókat napvédelemmel lássák el. Ez több módon történhet, az egyik, hogy vagy külső árnyékolás technikát alkalmaznak, ez legyen akár redőny, zsalúzia rendszer, vagy olyan speciális üvegezést vásárolnak a szakkivitelezőtől, amik tudják azokat a határértékeket, amik jogszabály szerint megfelelnek. Sokszor nagyvonalan kezelik a beruházók és az építetők a jogszabályi követelményeket, és nem győződnek meg minden esetben, hogy ténylegesen az adott és felhasznált anyagok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Bíztatok mindenkit arra, hogy szerezzék be azokat a tanúsítványokat és vizsgálati jegyzőkönyveket, amivel későbbiekben nyugodt szívvel tudják bizonyítani, hogy az ő ingatlanjuk megfelel a hatályos jogszabályoknak. Erre egy nagyon egyszerű módszer van, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy tényleg energetikailag és minőségében is megfelel a nyílászáró, ez pedig nem más, mint a garanciajegye a szerkezeteknek, illetve azok a tanúsítványok, amellyel a legtöbb gyártónak rendelkeznie kell. Kiemelném itt az EMI általi vizsgálati jegyzőkönyveket, amik egyértelműen meghatározzák az adott szerkezetekre vonatkozó energetikai követelményeket és értékeket. Ingatlan vásárláskor a vevő összetett kockázati tényezőkkel találkozik, amit laikusként igen nehéz átlátni. Egy ingatlan vásárló, egy vevő rengeteg szakmával találkozik egy vásárlás során. Ilyenek a banki hitelügyintéző, az értékbecslő, különböző hiteltanácsadók, ügyvéd, és sorolhatnánk. Ezeket a szakmákat senki nem koordinálja és hangolja össze, ez önmagában rejt kockázatokat. Hiszen ezek a szakmák a saját területükért felelősek, és ez alapján járnak el, ez alapján végzik a munkájukat. Ingatlan vásárláskor adódhatnak olyan ingatlan nyilvántartásbeli jogi vagy műszaki problémák, amelyek, ha az adásvétel után derülnek ki, rosszul járhatunk. Jogi problémák, használati megállapodások, társasház alapítók, iratok, ahol amik esetleg rosszul vannak megírva, ezt a vevő abszolút nem fogja kiszűrni, mert soha nem foglalkozik általában ezekkel a problémákkal, hisz sokszor a saját tulajdoni lapunkat nem látjuk a saját ingatlanunkról, nemhogy ezeket a dokumentumokat nézegessük, és viszont a banknál ezt nagyon hamar fel fogják ismerni, és utána egy adásvétel után ez már sokkal nehezebb lesz visszafordítani ezeket a folyamatokat. Amint megvan az ingatlan, amit kiválasztotta a kedves vevő, akkor érdemes az ingatlant kockázatok szempontjából is megvizsgálni. Kell egy alapos ingatlan kockázatelemzés, ami kitér az ingatlanra, értékbecslési szempontok szerint, és kitér az adós-adóstárs viszonyára és a banki feltételrendszerekre. Az a legcélszerűbb vagy legoptimálisabb, hogyha ezt egy ember egyedül képes elvégezni. A kockázatkezelés, amennyiben megbízható és professzionális módon történik, meggyorsíthatja az ingatlan vásárlást, vagy az ehhez tartozó hitelügyintézést. Az elektromos fűtőpanelben egy speciális kerámia fűtőbetét biztosítja a legalacsonyabb energiafelhasználást. Ennek köszönhetően pontosan tudjuk a szobák hőfokát beállítani, így nincs fölösleges energiafelvétel.
Elektromos fűtőpaneleknek hívjuk azokat a típusú egységeket, amelyek nem hősugárzással, hanem konvekciós fűtéssel adják át a hőt. Ezek a készülékek alapvetően egy kerámia fűtőbetéttel készülnek, amely egy gyors légmozgást indít be, ventilátor nélkül. Ennek köszönhető teljesen hangtalanul az egész szoba levegőjét melegíti föl. A hősugárzókkal szemben ilyenkor nem lokálisan alakul ki hőhatás, hanem a helység légterét egyenletesen megforgatva fűti föl azt. Érdemes átgondolni, hogy a gázfűtés mellett az egyes helységek magasabb hőfokát kiegészítő fűtéssel növeljük. Fűtésrendszernek nagyon fontos része a szabályzás. Ugye itt minden egyes készüléknek saját termosztátja van, ezek elektronikus vezérlésűek, ami azt jelenti, hogy precízen lehet beállítani a kívánt hőmérsékletet. Nagyon fontos, hogy egy fok hőmérséklet differencia az 6-7% többlet energiát jelent, tehát nem mindegy, hogy hány fokra fűtjük fel a helységet. A fűtőpaneleknek a termosztátja minden esetben programozással vannak ellátva, ekkor be tudunk állítani más hőmérsékletet éjszakára vagy nappalra. Ma már a termosztátok akár okostelefonról, akár központi rendszerbe állítva is vezérelhetjük, ami további kényelmet és akár egy távvezérlést is biztosít a rendszerünknek. A fűtőpanel jellemzően a kisebb lakások, vagy újépítésű, jól szigetelt családi házak kiegészítő, vagy önálló fűtése lehet. Mivel jól szabályozható távolról is a működés, a szállodák és a vendégházak is alkalmazhatják. A légcsatornás klíma egyetlen központi egységből juttatja el a levegőt a különböző helységekbe. Így a fűtés vagy a légkondicionálás kényelmesen, zajmentesen és a helyet foglaló eszközök nélkül megoldható egy nagy nyomású ventilátoron keresztül. A légcsatornás klímáknál ugye a helyiségekben nem látunk beltéri egységet, ott csak egy anemosztátot láthatunk, ami egy nagyon kicsi kis műszer lehet mondani, vagy pedig egy nagyon kicsi kis egység, ami szinte alig észrevehető, és húzatmentesen, hangmentesen történik a levegő szállítása, és ezáltal nincsen semmiféle hanghatás és semmiféle húzathatás a különböző helyiségekben. A újabb technológiákban már nem fémet használnak a légcsatornák készítéséhez, hanem ilyen előszigetelt pirhabbal történik a légcsatornák elkészítése. Ezeknek az előnye a tűzálló, hangszigetelő, és nem kell kétszer dolgozni vele, ugyanis egy fémet még utána le kell szigetelni, ezeknél még már ilyen munkálatok nincsenek. A rendszer bármilyen alakzatban kiépíthető, a csatornák helyigényét már 20-30 cm-es álmennyezet alatt is megoldják a szakemberek. Ez a légcsatornás rendszer egy hőszivattyú lényegében, levegő-levegő hőszivattyú, aminek előnye az, hogy 1 kW elektromos áramból 4 kW vagy a fölötti fűtési teljesítményt tud előállítani. Ezek a kültéri egységek úgy vannak elkészítve, hogy mínusz 25 fok kültéri hőmérsékletig tökéletesen tudnak működni, és a megfelelő komfort hőmérsékletet tudják a szobákban, helyiségekben előállítani. A légcsatornás rendszerek összeköthetők napelemes energiaellátással, és alkalmasak a háztarifás elszámolásra is. A nyári szezon közepén ugye mindig jól jön, ha van egy-két nagyon fifikás, könnyű frissítő italreceptünk, ami olyas, mint a fröccs, könnyen itatja magát, nincs benne sok alkohol, de azért mégis van benne egy kis pezsgés. Na ilyen a törlei limóza, ami valójában nem más, mint egy pezsgős limonádé, és ebből nagyon sokféle létezik, én most megmutatom az ananászos változatot, és aztán mindenki gyárthat magának olyat, amit a legjobban szeret. Ananásszal kezdünk. És az ananász nem így egészbe fog belekerülni a pohárba, hanem ananászpürét készítek belőle, és hogyha kész van ez az ananászpüré, amit aztán a gyerekeknek simán csak a limonádéhoz is keverhettek, akkor meg összeállítjuk a szokásos módon a limonádét. Na nézzük! Miután az ananászt megtisztítottam, beleteszem egy késes aprítógépbe, és cukorszirupot adok hozzá, ami nem más, mint cukor és víz keveréke. Addig kell forralni a vízben a cukrot, amíg az teljesen feloldódik, ugyanannyi víz, mint amennyi cukor. És ezt fogom pürésíteni az ananásszal, ezzel kész is van az ananászpüré. És akkor hogy lesz ebből törlei limóza? Úgyhogy adok hozzá pezsgőt, édes pezsgőt, úgyhogy nem is kell majd a limonádéba cukor. A pezsgő mellé megy szóda, egy kis citrom és lime lé, és utána még lehet ízesíteni mondjuk egy kis mentával. Ennyi az egész.
Hogyha szeretitek az ananászt, akkor szerintem ez a kedvenc nyári frissítőtök lesz. Mindenképpen próbáljátok ki, akár más gyümölcsel is, egészségetekre! A pohár desszertek a legegyszerűbben összeállítható desszertek közé tartoznak, de most én itt nem azt választottam, hogy összetörök egy kis kekszet és nyomok rá tejszínhabot, mert ugye ez az alaprecept. Ennél egy picit bonyolultabb lesz, de nem sokkal, és nagyon-nagyon finom, ezt megígérhetem. Először is egy kakaós morzsát fogok készíteni. Ehhez szükség lesz zappehelyre, lisztre, kakaóporra, szeletelt mandulára és cukorra. És miután ezeket mind összekevertem, jöhet hozzá a kis kockákra darabolt vaj, és a vajjal is, amennyire csak tudom, összedolgozom. És ezt a morzsát szétterítem egy tepsin, és ropogósra sütöm a sütőben. Nagyobb adagot is lehet belőle készíteni, egy csatos üvegben légmentesen elzárva ropogós marad, és bármikor fel lehet használni. És akkor elkészítem a krémet, ami igazából egy angol krém lesz, Baileyzzel fűszerezve, igazi téli bekuckózós desszert lesz ebből. Összeforralom a folyadékokat, ami tejszín, tej és a Baileyzz. Éppen csak forráspontig fogom ezeket melegíteni, és közben szétválasztok 4 tojást. A sárgájára lesz most csak szükség. És ezeket egy kis cukorral kikeverem. Amint a teljes keverék elkezdett forni, le is húzom a tűzről, és hőkiegyenlítéssel a tojás sárgájához adom, ami azt jelenti, hogy pici adagokban megy a forró folyadék a tojás sárgájába, és sűrűn kevergetem, hogy szépen átvegye ennek a tejnek a hőmérsékletét a tojás is. És hogyha átmelegedett a tojásos keverék, akkor visszaöntöm a lábosba, és közepesen erős láng felett folyamatosan kevergetve sűrű krémet főzök belőle. Egy 10 perc kevergetés után besűrűsödik a krém, onnan lehet tudni, hogy szépen bevonja a fakanalat, és ha középen áthúzzuk rajta az ujjunkat, már nem folyik át egyik oldalról a másikra a krém. Ilyenkor le kell húzni a tűzről, és hagyni, hogy langyosra hűljön, és utána betenni a hűtőbe, hogy teljesen hűljön le. Igazi téli desszertet ígértem, úgyhogy egy kis almát karamellizálok még, amíg lehűl a krém, és ezt fogom lerétegezni a morzsával és a Baileyzzes krémmel. Nagyon fontos, hogy minden hűljön ki, mielőtt összeállítanánk a desszertet, de ez egyben ennek a desszertnek az előnye is, mert a morzsát, az almát és a sodót is el lehet készíteni előre. A morzsa ugye kibírja egy lezárt üvegben, a sodó a hűtőben, az alma szintén. A teljes adást visszanézhetik a TV2 weboldalán, vagy a Youtube-on Super TV2-en. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a közösségi oldalainkra, ott is kövessenek minket, illetve szóljanak a közösségünkhez. Hamarosan ismét teljes adással jelentkezünk. Akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátás. A műsort a vízgáz és fűtéstechnikai termékek forgalmazója, a Gépész Holding támogatja. A műsor támogatója a Varex Trade Kft.